Sziasztok, The Simsologist vagyok, ez pedig itt egy újabb Create a Sim videó, ugyanis úgy döntöttem, hogy készítek egy mini sorozatot, amíg várunk a következő kiegészítők megjelenésére, hogy tudjuk folytatni a Rex Turicsi sorozatot, illetve csinálhassunk egy új story sorozatot. Az elmúlt pár napban valamikor kiírtam egy szavazást a csatornára, hogy melyik a kedvenc szabadúszó karrieretek, ami a nem túl régi frissítéssel érkezett, és a legtöbben a grafikus karrierre szavaztatok, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ezt fogom kipróbálni, mert nem volt alkalmam játszani ezekkel a karrierekkel, és szerettem volna megnézni magamnak, szóval készítettem egy szímet, Mi Csót, aki ázsiai származású, szerintem a neve elárulja, bár annyira nem vagyok túl jó egyedi szímek gyártásában, de azért próbálkoztam tükrözni az örökségét, vagyis a származását, de szerintem annyira nem sikerült, de ezt így majd eldöntitek magatoknak. Az életcélja az, hogy mesterfestő legyen, és a tulajdonságai a következő kreatív, vidám és hát perfekcionista. Nem tudom erre most hirtelen milyen magyar szó van. Általában leszokott lesz fagyni az agyam, és csak random tükörfordításban mondok valami Magyarnak hangzó angol szót. <laughs> Úgyhogy bocsánat ezért. És azt kell tudni, Mérő, hogy ő nagyon-nagyon szereti a divatot, és a divatról pedig azt kell tudni, hogy nem feltétlenül olyan, ami másoknak tetszik. Szóval, hogyha láttatok divat bemutatókat, szinte nevetségesen öltöztetik fel az embereket, és az egyik kedvenc videóm egyébként az, amikor egy srác random tökolcsó cuccokba betekárta magát, és Gusztus nézett ki, és elhitette mindenkivel, hogy ő, ő valami modell, és így belógott a fashion Weekre, Szerintem ezt tök nagy poén, és egyébként nagyon jó karikatúrája a divat világnak, és én valom, és én úgy gondolom, hogy ez valóban így van, tehát, hogy túlzásokba esnek. A divat az igazából művészet, nem pedig valami hasznos dolog, tehát nem azért készítik ezeket a ruhákat, hogy az emberek hordják az utcán, hanem csak kifejezik önmagukat, és úgy gondoltam, hogy Mécsó is valami ilyen irányzatot követ, és ki szeretné fejezni a saját hát művészi énnyét a ruháival, ugye ő egy grafikus lesz, mert ezt választottátok, ahogy a, ahogy korábban említettem, nem biztos, hogy említettem, hogy ezt választottátok. Na mindegy. Szóval ő egy grafikus lesz, és, és szerintem a ruháival a saját grafikai stílusát szeretné kifejezni, és én nagyon-nagyon szeretem ezt a szímet, Őlet az egyik kedvenc szímem, majd a lakása is ezt a stílust tükrözi, ezt a semmilyen szín nem passzol a másikhoz, és semmilyen stílus nem passzol a másikhoz, majd meglátjátok. A videó végén lesznek screenshotok -ok a fontosabb ruháiról, Ugye az ilyen fürdőruhát, pizsamát ilyesmit, ezt nem mutatok meg, mert szerintem nem túl érdekesek. De a parti ruháját, a mindennapi ruháját és a hideg és meleg ruháját, ezt meg fogom mutatni. Screenshot és ott látni fogjátok egy kicsit az albérletét a háttérben. Ugyanis szemelysúnaba fogunk költözni. Én úgy gondolom, hogy a nagyváros az kitűnő közeg az ilyen színeknek, mint amilyen mély úgyhogy megint szemmás fogunk utazni. Nagyon sok világ van egyébként, amiben még nem játszottam mióta, megvan a csatornám, és szemmás mert már talán ez a harmadik sorozatom, amiben ott játszunk, de ez most így jött ki, remélhetőleg majd későbbi, sorozatok folyamán lehetőségünk lesz más világokban is többet játszani. Például brindoltam be egy nagy szerelmem, és elég keveset játszottunk ott eddig, illetve Oasis springs sem nagyon voltunk, pedig azt a világot is szeretem, úgyhogy majd körülnézünk később máshol. És annyira aranyos ez a szín nézzétek meg, imádom. És nagyon jó érzés volt kipróbálni olyan ruhaösszeállításokat, amiket normál esetben soha nem választottam volna. Például ez a kutyusos leggings azzal a és ingel szerintem nagyon-nagyon aranyos. Az ünnepi ruhájára nem fordítottam különösebb hangsúlyt. Látjátok, ez az undi ö, lila és lime zöld ruha lett az ünnepi ruhája, mert úgysem megyünk semmilyen ünnepi eseményre valószínűleg. És kivételesen ez egy olyan sorozat lesz, ahol nem, nem, lesz különösebb célom a játékkal, szóval ez csak egy ilyen kis laza, szórakoztató végigjátszás lesz, ahol én kipróbálom a szabadúszó karriert, ugyanis elsősorban ezért csináltam, hogy legyen alkalmam kipróbálni az új karriereket, és talán majd későbbiekben foglalkozunk a másik kettővel is valamelyik sorozatban, vagy éppen nem, nem tudom kiderül, remélem azokat is ki tudom majd próbálni valamikor. Imádom ezt a szoknyát, ami most mém van. Nem tudom, jó, most már újra visszajött a képernyő, láthattátok egy kicsit ezt a cicás pasztelszíni szaknyát, és még soha nem használtam. Szóval mén nagyon-nagyon sok olyan ruha van, amit még soha nem használtam színen, és annyira jó érzéssel tölt el, és nem tudom, olyan viszke vagyok. Nem azt mondom, hogy valaha felvennék bármi hasonlót, mint ami most rajta van, de Bármennyire is hülyén néz ki a ruha összeállítás, ami rajta van, bármennyire is nevetséges a színkombináció, vagy, vagy alapvetően a stílus, mégis olyan jó ránézni. Ó, úgy érzem, mintha a saját kis gyerekem lenne. Nagyon-nagyon szoktam ragaszkodni a szímeimhez, és mindig éppen az aktuális új szímem a kedvenc szímem, szóval ezt már megszokhattátok, nem véletlenül mély lett most a kedvenc szímem. Ez most vagy azt jelenti, hogy nagyon elfogult vagyok, és általában elragadtatom magam, és túl lelkes vagyok az új dolgok iránt, vagy azt, hogy fejlődök, és egyre jobb színeket csinálok. Na jó, ez nem valószínű. És egyébként még nagyon-nagyon vékony ilyen modell alkat, és annak ellenére, hogy ő grafikus azért egy kicsit így a divat világban is otthon van, nem mint karrier, hanem mint nagyvárosi nő. Aztán majd ki tudja lehet, hogy felkérik őt modellnek, mondjuk nincsen ilyen modell karrier a Sims-ben. Divattervező van modell, nincs, ha jól tudom. Szóval ez csak ilyen kis háttérsztori az én kis fejemben, de nem baj. Egyébként a nyári ruhája ruhái nem annyira tetszenek például ez, szóval majd lehet, hogy később megváltoztatom, nem tudom, majd kiderül, de imádom a sminkjét például a bulis ruháiból, nagyon szeretem azt az átlátszó felsőt, kívül azzal, azzal a karol levő karkötővel, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam meg, és azzal a lila sapkával, ami nem sapka, hanem kalap. Szerintem az nagyon-nagyon királyul néz ki, illetve még mindig a cicás az egyik kedvencem. Ez a ruha, amit most csinálok ez az a legextrább outfit, amit valaha láthattatok a csatornámon, szerintem nagyon durván néz ki, de ez tipik kifutóra készített szállítás, legalábbis az a nadrág számomra mindig ilyen kifutó hatást kelt. Az a rózsaszín kalap, nagyon-nagyon király, és a következő nyári ruha pedig egy kicsit egyszerűbb lesz, visszafogottabb, de nagyon szerettem volna használni ezt a kalapot, mert ezt sem használtam még soha a játékban. És nagyon szeretem az olyan let's play-eket, amik ö, alkalmat adnak arra, hogy valami újat csináljunk a játékban, mert hogyha mindig jól kinéző, visszafogott hétköznapi színeket csinálnék, akkor a játék három évvel nem játszanék soha, szóval néha szeretem így, ö, így felpesgetni a let's play-eimet, mert hajlamos vagyok ráunni a dolgokra, és akkor kevesebbet játszom, szóval, ja, Um, nem tudom, miért ilyen sárgásak most a screenshotok, remélhetőleg nektek nem, nem látszanak sárgásan. Az is lehet, hogy csak bekapcsolt az éjszakai fény a gépemen, mert uh, éjfel van. Nem tudom, ú, imádom ezt a sapkás outfitet. Na mindegy, elköszönök tőletek, szerintem meg tudjátok nézni a hátralevő levő screenshotokat nélkülem is. Tartsatok velem a további a továbbiakban is. Nem tudok beszélni, így a végére elrontom ezt a bolyszóvárt. Szóval tartsatok velem, mert érkezni fog a speed Build is ez a sorozathoz, és természetesen érkeznek hamarosan az első részek is belőle, és én már nagyon izgatott vagyok miatta, de addig is legyetek jók, sziasztok!